Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Visszatér hozzád, így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás kék pillangó részére. Kedves kék pillangó, üdvözöllek téged. Ennél a jóslásnál megtekintjük azt, hogy ő visszatér hozzád, vagy sem. Itt ezen az oldalon vannak a te kártyáid, és itt ezen az oldalon vannak az ő kártyái. Itt középen ez a három kép mutatja a te jelenlegi helyzetedet. Itt van egy lovas férfi. Ez utal a mozgásra, a cselekvésekre, de itt ez el van vágva. Jelenleg nincs arra lehetőség, hogy kettőtök között előre menjenek az események, viszont itt ki fog nyílni egy kapu. Később lesz erre mód, hogy ti egymással beszéljetek. Ez a lovas férfi lehet egy másik férfi is. Ez a kapu, amit kinyílik, ez a te lehetőséged a nyilvánosságnál. Viszont itt elvágod te ezeket, mert nem vagy arra nyitott, hogy megismerkedj valakivel. Mindkettőt jelentik ezek a képek. Az ő jelenlegi helyzetét itt ezek a kártyák mutatják. Ő magabiztos. Kezébe veszi a dolgokat. És ezzel a kulccsal nyílik számára egy lehetőség, ami a munkáját illeti. Az lehet nála jelen pillanatban egy munkahelyi változás. Itt ez a kereszt, ez a sors utakat mutatja. A ti sors utatok itt kereszteződik. Az meg van írva a sorsok könyvébe. És ha ez így van, akkor biztos lehetsz abban, hogy visszatér hozzád. És lesznek itt sorsdöntő fordulatok. Mi az, amin el kellene, hogy gondolkozz, mert az, ami következik az életedben, ezt mutatják itt a kártyák, itt ezek a felső kártyák. Te állsz itt a középpontban, és ez a csillagkép azt jelenti, hogy szerencséd lesz. Nem csak a csillagkép hozza ezt a szerencsét, hanem ez a virágcsokor is. Tehát itt jóra fordulnak a dolgok. Azon kívül jelenti ez a csillagkép azt is, hogy ez a kapcsolat megvan írva a csillagokban. Ő a te lelki társad. És ez a virágcsokor jelenthet egy ajándékot, vagy egy meglepetés. Mi történik nála? Miről kellene, hogy ő elgondolkozzon, mi várható rá? Az ő környezetében vannak hamis barátok, hamis emberek, akik becsapják őt, vagy hazudoznak neki. De ezen neki el kellene, hogy gondolkozzon. Én úgy gondolom, hogy jelenleg ezt még nem látja át, neki időre van szüksége, hogy átlásson a dolgokon, és észrevegye ezeket a hazugságokat, és ezeket a hamisságokat. Ez a kutya nem csak a baráti kört jelenti, hanem a hűséget is. És mivel ez őt foglalkoztatja, én úgy mondanám, hogy a múltjában volt valaki az életében, aki megcsalta őt. Nem volt hűséges, és emiatt ő óvatos. De lesznek itt újdonságok, mert a gyermekek erre utalnak. És most megnézzük a titkokat. Ez nem csak a titkokat jelenti, hanem azt is, hogy mi várható később, ami még
jelenleg és a következő hetekben, hónapokban még nem látható. A te titkaid itt vannak, ezek a kártyák mutatják ezt. A halak jelentik az értékeket, a vagyoni dolgokat is, de a belső értékeket is. A lelket szimbolizálja, egy lelki kapcsolatot. Akkor is, ha itt még egy felhő van, mert még nem olyan világos a dolog, mert ő nem nyitott erre a szerelemre, neki még időre van szüksége, ő nagyon óvatos, és a múltban sok csalódás érte, ennek ellenére bízzál benne, bízzál ebben a szeretetben, ezt mutatja itt ez a szív, szimbolizálja a szerelmet kettőtök között. És az ő titkai itt láthatók, itt lesznek változások. Itt ez a négy levelű lóher azt mutatja, hogy ez szerencsét hoz neki is, meg neked is. A jövő itt látható, itt kivirágzik minden, és ez a hajó nem csak egy utazást jelent, egy közös utazást, hanem egy lelki utat is. És ez azt jelzi, hogy kettőtök között van egy ilyen kármikus kapcsolat. Ti ismeritek egymást a korábbi életetekből. Erre utalhat ez a hajó, egy nagy lelki utazás. Ő visszatér hozzád. Azon kívül jelképezi a reményt is. Mi az, ami kettőtöket összeköt, az látható itt, az szerencsét hoz, és kivilágosodik minden. Meg fogod érteni azt, hogy miért volt most így visszahúzódó. El fogja neked ezt mondani, mert nyitott lesz, és te látni fogod. Azon kívül a nap jelenti a kisugárzást, a vonzalmat kettőtök között. Én megkérdezném most az ingát. Szeret ő téged? Visszatér hozzád? Igen, nem, vagy talán? Ha az inga jobbra fordul ki, akkor az azt jelenti, igen, ő visszatér hozzád. Ha az inga balra fordul ki, akkor nincs remény. Ha az inga megáll, akkor megállnak az események, és minden olyan bizonytalan. A válasz jelen pillanatban tényleg megállnak az események, neki időre van szüksége. Talán pár hétre vagy hónapra, és közeledni fog hozzád. Kedves kék pillangó, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!